Honnan jött az ételosztás ötlete? Szigeti Marcsival 2 éve beszéltük, hogy jó lenne egy ilyen péten, mert az elég sok a rászoruló idős beteg ember, és az idejében sikerült, ugyan nagyon lófuttába, de megoldani, hogy legyen ilyen ételosztás Pétfürdőn. Mikor kezdték el ezt az akciót szervezni? 1,5 hetünk volt rá összesen. Hány embert mozgósított meg ez az akció? Kik a segítőik? Sok segítségünk van, ugye a Mi Pétfürdőnk csoportból Béni Norbert, Nagyné Szigeti Mária és ugye jó magam. Ezen kívül az óvoda igazgató nője biztosította a helyszínt az ételosztásra, besegítenek a dadusok, óvónénik. Nagy köszönetünk Fenyő Csaba vállalkozónak az ételért, illetve volt 1-2 ember, aki pénzzel támogatta a rendezvényt, Márkus Ákos volt, aki anyagilag is, és természetesen ugye mi is beszálltunk pénzzel. Illetve szeretném megköszönni a gondozási központnak, a mi saját pétfürdői gondozási központunknak, ugye a népsor összeállításába a pünkösdista gondozónőknek a segítségét, illetve a református egyháznak a gondozóinak a segítségét, akik segítettek ugye, hogy kik is végül is a rászorulók Pétfürdőn kikerülnének egy ilyen csomagnak. Ezeken az embereken kívül, akiket összeállítottak ezek a szervezetek, rajtuk kívül még más is jöhet az ételért? Ugye mi nagyon rövid volt az idő, azt semmiképpen nem szerettük volna, hogy most egy Facebookon tudtunk volna hirdetést ugye föladni, hogy esetleg valaki úgy jöjjön, hogy nem jut neki étel. Ugye itt 300 adag meleg ételt osztunk a mai napon szét, illetve egy kis ajándékot, szaloncukrot adunk még hozzá. Ezért úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen listát kapunk, illetve a saját ismeretségi körünkből, ugye azért van, akik rálátnak a nagy családosoknak, a szegényebb családoknak felhívtuk a figyelmét, és ők el fognak jönni a telés, és körülbelül így meg is van a 300 adag étel. Persze jövőre már szeretnénk, ha több idő lesz, teljesen máshogy csinálni, akkor meg is lesz majd hirdetve, mert ugye szeretnénk, ha ez minden évben lenne Pétfürdőn egy ilyen meleg ételosztás, bár az lenne a legjobb, ha nem lenne rá szükség, de sajnos van, illetve akkor még egy plusz csomagotos szeretnénk még adni ilyen hideg ételekkel, csak erre nagyon rövid volt a határidő, ez nem sikerült. Milyen menüt kapnak az emberek? Ugye sokat gondolkoztunk a menün, és végül is a bácskai rizses húsra esett a választás. Ugye ahhoz kapnak savanyúságot, illetve szaloncukrot, különböző szaloncukrokat kapnak. Mert mégiscsak karácsony van. Hogyan kerül a rászorulókhoz a meleg étel? Kétfajta úton. Ugye vannak, akik be tudnak érte jönni, azok eljönnek. Teljesen anonim módon bejönnek, tehát ugyan nekünk van egy listánk, hogy tudjuk, hogy kinek hány fő, de ételre van szó, de nem azokat nem adjuk tovább, azok majd megszüntetjük, vagy megsemmisítjük. Illetve ugye vannak idős beteg emberek, akik mozgásukban korlátozottak, ott pedig, mint a futárszolgálat, ki fogjuk nekik házhoz vinni az ételeket. Ön személy szerint miért tartja fontosnak, hogy segítsen a rászoruló pétfürdői családokon? Én nem csak a pétfürdőiek, tehát nem csak a rászoruló pétfürdőiekről van szó, én többször osztottam már életemben ételt, illetve próbálok a saját környezetembe segíteni a lehetőségemhez képest, akár anyagilag, de szoktam főzni is családokra, már ebben nem akarok nagy hírverést csinálni ennek a dolognak. Szerintem azt hiszem, hogy az intellektuális embernek feladata az is, hogy segítse a környezetét, illetve figyeljen a környezetére. Így most ugye pétfürdőiek vagyunk, hát Pétfürdőn segítünk az itt élőkön értelemszerűen. Mindenkinek kívánok áldott békés karácsonyi ünnepeket, remélhetőleg a szerette és a családja körében. Áldott békés ünnepeket kívánunk!